A Merkantil Bankliga 18. játéknapján két, tavaly még első osztályú gárda feszült egymásnak Mezőkövesden, ahol a Kaposvár vendégeskedett március 7-én. A borsodiak korábban még egyszer sem tudták legyőzni a dunántúli gárdát, ugyanis az élvonalban két kaposvári siker született, míg ősszel egy-egyes döntetlent játszottak a csapatok Somogy megye székhelyén. A tabella alapján és az anyagi gondokkal küzdő dunántúliak nehézségei miatt Kulcsárék számítottak a találkozó esélyesének, annak ellenére is, hogy sérülés miatt több kövesdi játékos csak a lelátóról nézhette a mérkőzést. A vendégeket Tamási Zoltán távozása után Házi László irányította megbízott vezetőedzőként. Az összecsapást Berger József vezette, munkáját Szvetnik Bence és Tőkés Robert segítette. A látogatók kisélyen már a második percben hátrányba kerültek. Egy lendületes hazai akció végén, a baloldali beadás után Hadarósz elszámította magát, azonban a támadást kísérő Molnáról a kapus ölébe pattant a labda. A csapatok ezután óvatosan futballoztak, ezért a következő helyzetre a 14. percig kellett várni, amikor is Kulcsár 20 méteres szabadrúgása zugott el kevéssel a jobb felső sarok mellett. 10 perccel később ismét hazai akció futott a pályán, melynek végén Schwab beadását Máté fejelte kapura, de gól nem született a támadásból. Újabb egy perc elteltével Molnár kapott jó indítást a 16-osnál, és elindult a kapuk előtt keresztbe. A támadó 4-5 szép csellel tisztára játszotta magát, majd Somodi mellett higgadtan a bal alsó sarokba helyezett. Tóth László tanítványai 2 perccel később már 2 góllal vezethettek volna, azonban Kulcsár beadását követően a játékszer elzugott Molnár feje fölött. A 35. minutumban óriási egyenlítési lehetőség maradt ki a kövesdi kapu előtt. Egy formás kaposvári támadás végén Balog lépett ki középen a leshatárról, és senkitől sem zavartatva vezethette a labdát Kunságira, aki az icert lábbal hárította. 3 perccel ezután újra a vendégek próbálkoztak egy távoli lövéssel, de Balog nem tudta meglepni Kunságit, aki könnyedén hatástalanította a kísérletet. A somogyiak után ismét Tóth László együttese veszélyeztetett a 39. percben. Kulcsár ígérete szabadrugása a sorfalról vágódott a kapu fölé. A szöglet után újra Kulcsárhoz került a labda, aki a 16-os sarkáról kevéssel a jobb alsó sarok mellé bombázott. A játékrész utolsó lehetőségét a kaposvári nagy hagyta ki, aki ígéretes helyzetben mintegy 14 méterről Schwabot találta el, így a hazaiak egy gólos előnnyel vonulhattak pihenőre. Fordulás után mindössze fél perc kellett az előny megduplázásához. Kulcsár ragyogó indítással ajándékozta meg Mátét, aki a védők gyűrűjében higgadtan elgurította a labdát a kifutó Somodi mellett. A labda Petrók érintésével került a kaposvári hálóba, azonban minden bizonnyal a védő közreműködése nélkül is megszületett volna a második hazai találat. Máté ezzel megszerezte a 9. gólját is a bajnokságban, és feljött a góllövő lista 3. helyére. A bekapott találat után átvette a játék irányítását a Somogyi gárda, de láthatóan megfogta őket a gyors gól. Ezzel együtt az 51. percben kis távoli kísérletét, majd 8 perccel később Albert próbálkozását védte magabiztosan Kunsági. A 64. percben hazai szempontból fontos esemény történt, ugyanis Máté helyén a kétszeres NB1-es és ugyancsak kétszeres NB2-es gólkirály Bajzát Péter lépett pályára, aki először játszhatott újdonsült csapatában. A támadó 5 perccel a beállítása után közel járt a gólszerzéshez. Bajzát kitűnően fordult le a védőjéről a 16-oson belül, majd erősen vitatható körülmények között a földre került, a játékvezető azonban tovább engedte az akciót. A 79. percben ismét a kövesdi támadó került a reflektorfénybe. Bajzát egy remek átadást követően éles szögből a hosszú sarkot célozta meg, lövését Somodi nagy bravúrral megfogta, azonban a csatára kipattanott közelről a léc alá bombázta. A 82. percben megfogyatkoztak a vendégek. Egy hazai bedobást követően nyilas elé pattant a labda, akire Kovács keményen rácsúszott hátulról, és az eset közelében helyezkedő játékvezető piros lappal jutalmazta a vétkest. A hátralévő időben már nem történt érdemleges esemény, a borsodiak megérdemelten tartották otthon a 3 pontot. A végeredmény Mezőköves Zsóri, Kaposvári Rákóczi FC 3-0. Az első fél időben jól játszott a csapat, úgy gondolom, hogy gólszerzési lehetőségünk is volt 3. A hazai csapat szerzett vezetés, de hogyha egy kis szerencsével, vagy jobb, pontosabb befejezéssel, vagy nagyobb odafigyeléssel tudunk, ott koncentráltabbak lettünk volna akkor, és hogyha 2, esetleg 3 gólt tudtunk volna szerezni, akkor úgy gondolom, hogy partnerek lettünk volna a második félidőben is. A második félidő elején volt egy szerencsésnek mondható gól a hazaiak részéről, ugye a játékvezetőről pattant oda az ellenfélhez, és abból tudta gólt szerezni. Ott egy kicsit a csapatunkat ez megfogta, ez a gól, és való igaz, hogy onnantól kezdve a Mezőköves megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.
én nagyon-nagyon bíztam abban a lélektanában, hogy egy Molnár Gabi, aki először meghívtak az U21-es válogatottba, ami úgy gondolom nagyon nagy dolog, a Mezőkövesdről, mert tényleg egy mi gyerekünk, egy borsodi gyerek, aki bekerült ebbe a keretbe, hanem is a szűk keretbe, de reméljük oda is be fog tudni, egy olyan impulzussal érkezik, ami plusz fog tudni adni neki is, illetve a csapatnak is, és talán ilyen apróságok átlendítenek a holtponton. Ez szerencsére be is teljesült, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, szerintem ő is, hogy ilyen szép gólt rúgott, illetve a keretünk tovább erősödött, mert tényleg azt mondja, Nyilaserek kezdi utolérni magát, hogy Bajzát Peti talán már majdnem utolérte magát. Egy Meggyezzoliról is el lehet mondani, aki fél évkő, hogy után kaptunk meg, hogy nagyon sokat dolgozott, és ha fizikailag utoléri magát, akkor látszott a másik fél időben is, hogy hasznos tagja lesz a csapatnak. Tehát maga nem a csapatunk, hanem a keretnek a lehetősége bővült, és ez nagyon sokat fog jelenteni az elkövetkező hetekben. De ez a csapatnak az érdemét, most kiemeltem egy-két embert, viszont el kell mondani, hogy csapat szinten dolgoztunk jól, és boldogok vagyunk, hogy bejutottunk, még ha így is, mert mondtam mérkőzés előtt, itt vesztesek csak mi lehetünk volna ezen a napon. A Mezőkövest 36 ponttal a második, míg a Kaposvár 16 egységgel a 13. helyen áll a tabellán.